Szeretettel köszöntöm a Sportás ma esti adásának kedves nézőit, és külön szeretettel Surányi György barátomat. Hát túlzás nélkül mondhatom, hogy barátomat, mint hogy egy padban ültünk a gimnáziumban. Úgyhogy hát kicsit távol kerültünk egymástól, már mint a szakma, vagy a hivatásunkat illetően, de hát lelkileg sok bennünk a hasonlóság, a jó barátok voltunk mi gyerekkorunkban, tehát nem csak együtt ültünk, hanem együtt jártunk mindenhova. Hát például ugye a Népszínház utcában, ahol felnőttél, ahol laktál, és hát majd akarom mondani, hogy nem is olyan messze attól futballoztál is. Igen, ez így van. Hogy erősítsem meg azt, hogy az embernek, amire tulajdonképpen nagyon büszke lehet a családja mellett, a tágabb családja, a baráti köre, és én is azok közé tartozom, akiknek tulajdonképpen a barátainak a 99%-a az mondjuk 10 és 30 éves kora körül alakult ki, és akármerre is vitt az élet minket, akármilyen hosszú szünetek is tarkították ezt, mindig ugyanott lehet folytatni, és ez mutatja a legjobban, hogy mennyire erős kötődések alakulnak ki. Én valóban a 8. kerület közepén nőttem fel, ott születtem. A Népszínház utcában laktunk 18 éves koromig, és hát te is nagyon sokszor voltál nálunk, én is nálatok még a Néphadsereg téren, majd aztán, amikor átköltöztetek Budára, akkor ott. És hát a időnknek, neked is, meg nekem is a szabad időnknek a túlnyomó nagy része az a grunthoz, a térhez, a focipályához, az edzéshez kapcsolódott. Neked például a Vágóhíd utcához. Igen, így van, ahol mai napig olyan elszorul a szívem, amikor arra járok, ugye azt hiszem a Lurdi ház van most ott, és ott a Vágóhíd utcában volt egymás mellett körülbelül 4 futballcsapat, 4 kis csapat. Igen. A Kilizsi Jussosa volt, te játszottál? A tűzoltóknak volt valami pályája, négy darab volt ott egymás mellett. Hát ma egy sincs belőle. Mondd meg a nézőknek, hogy mit játszottál. Én söprögetőt játszottam, vagy védekező középpályást, mikor mit. És hát az egy nagyon-nagyon fantasztikus időszak volt. Ez egy kis csapat volt, annál jobb játékosokkal. A felnőtt csapathoz képest jóval előkelőbb helyen játszott a serdülő és az ifi csapat, és hát nagyon szerettem, de aztán valamikor úgy éppenséggel a gimnáziumi barátságunk okán ott kialakult a gimiben, biztosan emlékszel rá, egy kitűnő csapatunk, ahol mindenki valahol nagyon jó helyen futballozott, a Vasasban, a Hegyi Miki a KSI-ben, a másik barátunk az Újpestben, tehát egy remek kis csapat volt, és úgy gondoltuk szerintem valamennyien, hogy jobb, ha nem edzésre járunk, hanem magunk futballozunk, és magunk élvezzük a játékot. Ez kétségkívül egy sajátos közeg volt a gimnáziumban, betonon játszottunk, emlékszem. Tehát beton kézilabda pálya volt. Egy ideig a beton volt, de utána felváltotta, ugye hátul volt először egy nagyon rossz minőségű salakos pálya. Igen. És azt aztán felváltotta első gimi után egy akkor nagyon korszerűnek mondható műanyag pálya, ami már maga volt a Kánaán, és azon már nagyon hát jól játszott. Hát én a betonra emlékszem, és azon meditálok, hogy a betonon, mert ugye Szegő Andris játszott a betonon, a nagyok, már nálunk sokkal nagyobbak közül. Na mindegy, csak hogy ne csak nosztalgiázunk egyébként, ha már futballnál tartunk, mert ugye azt, hát mi az életünk, a mi életünk nagy része gyerekkorunkban a futball körül forgott, hogy ma van időd? Vagy van kedved nézni egyébként futballt? Most nem feltétlenül a magyar futballt, mert azt gondolom, hogy tehát annyi szabad időd nincs, hogy fecséreld. De mondjuk a nemzetközi futballt. Van kedved? Van időd? Amikor Európa-bajnokságban, világbajnokságban, vagy a Bajnokok Ligájának a végső szakasza van, akkor azokból elég sok mérkőzést megnézek. Érdekel is, szórakoztat is, bár hozzá kell tennem, hogy be kell vallanom, hogy közel nem vagyok olyan lelkes ma sem a futballért, sem az egyéb élsportokért, mint ezelőtt. A világért se? A világ sportjáért sem. Vagy a világért sem?
a világér, igen, de a sport. A világváltozás. Nem erőltetem én rád. Nem, csak ez a sportra vonatkozik. Én azt mondom, a világ sportjának változása az a világ változása is magában. Tehát, hogy mondjam, lehet, nagyon nehéz elválasztani. Lehet, hogy igen, bár szeretnék bizonyos szempontból skizofrén lenni, és a sportban meglévő agresszivitást a sport részének tekinteni, és úgy gondolni, hogy a világ talán az összes bajával együtt is történelmi értelemben azért inkább a megegyezések felé megy, noha ezer olyan eseményt lehet kiemelni, ha más nem most napjainkban az ukrán háborút, ahol tízezrek halnak meg, és szörnyű dolgok, vagy Kopenhágát, vagy Párizst, vagy tehát bármit. Ennek ellenére historikusan azért azt gondolom, hogy a világ inkább egy kiegyensúlyozott irányba megy az összes problémájával vagy együtt. Szóljak itt, vagy hagyjálítsalak itt meg, mert már tizenévesen is szerettem a véleményedet kikérni, tehát én nem vagyok ebbe biztos, csak a tiedre vagyok kíváncsi. Te meg vagy győződve arra, hogy a világ jó irányba halad? Mert hogy ez meglep engem, hogy te ezt ilyen határozottan mondod. Ha azt kérdezed, hogy örülök-e annak, ahogy a világ halad, akkor a válaszom arra az, hogy nem. Ha azt kérdezed, hogy a világ is ugyanolyan nekem nem szimpatikus irányban megy, mint az élsport, akkor azt ketté választanám. Értem. És azt mondanám, hogy az élsport az nekem nagyon nem tetsző irányban de megy. Sokkal rosszabb irányban megy, mint a világ? Igen. Én azt gondolom, hogy ma az élsport kifejezetten fiatalság ellenes, antihumánus, súlyos betegségeknek a forrása. A fiatalság ellenes és antihumánus azért magyarázd meg, légy szíves. Az élsportról beszélek, nem a sportról, az élsportról. Én egyszer nem hiszem el, hogy ezeket a teljesítményeket szórakozásból, egészségesen, a hosszú távú szellemű és fizikai épség megőrzése mellett lehet elérni. Azt vélelmezem, hogy itt Sok sportágban nem kell vélelmezni, sok sportágban bevallottad, így van. De szinte nem tudok olyat, ahol nem így van. Általában bevallják. Szinte nem tudok ilyet, ahol nem vallják be, ott pedig úgy az az érzésem. A futballban szerintem nincs is kontroll. Tehát az nem létezik, hogy a futballisták annyira szentek legyenek, hogy ott soha senki nem bukik le. Igen, Gyuri, de te nagyon jó futballoztál, nagyon jó érzéked volt a játékhoz. Szóval, hogy mondjam, a futballban a dopping, mondjuk ki, az nagyon meleg, mert tehát ott agyat kéne doppingolni, tehát az nem egyszerűen úgy van, hogy a fizikai teljesítményt, hiszen a világ legnagyobbjai, nem tudom, én most mondok valamit, Wolfgang Overáttól, Toni Kroosig, és nem tudom, Pelétől Neymarig, és nem tudom én, Butragényótól Iniesztáig, az nem csupán arról van szó, hogy mennyit futnak, hanem ahogyan gondolkoznak. Nem. Az még fontosabb is. Az hogy lehet, tehát mindig elgondolkozom rajta, hogy az hogy lehet, most csak beszélgetünk, hála is, hogy az hogy lehet doppingolni az agyat. Az kétségtelen, és ezt mindig is így gondoltuk te is, én is, hogy a minden csapatsport, a futball különösen, először, másodszor és harmadszor a szellem sportja. Tehát ilyen értelemben itt kiváló szellemi képességű emberekről van szó, akik mindenféle szempontból világszámok. Az is kétségtelen, hogy technikai értelemben, fizikailag is kivételesen jó adottságokkal bíró fiatal emberekről beszélünk. Ugyanakkor, és sem a szellemi képességeket, sem pedig a technikai érzéket nem lehet doppinggal, droggal elősegíteni. Magyarán nincs olyan szer, amitől te úgy cselezel, mint Neymar. Így van, és a labda akkor is el fog pattanni tőled, hogyha akármennyi drogot szedtél be, hogyha zavar az, hogy kerek és pattog. De azt szerintem itt sem, tehát én meg kellene, hogy győzzenek, hogy elhiggyem azt, hogy ezek az emberek hetente háromszor olyan 90, sokszor 120 percet tudnak végighajtani, futni, amit ők produkálnak. És nem csak önmagában arról van szó, hogy ma egy átlagos futás teljesítmény egy mérkőzésen az 11-13 kilométer között szóródik.
nem kocogás rengeteg ütközéssel jár, a rengeteg ütközésnek a fizikai energiafelvétele az bődületes. Az, hogy valaki 120 perc alatt vagy 90 perc alatt fut 13 kilométert, ilyet azért már láttunk. De az, hogy itt folyamatosan ütközik, folyamatosan gyorsít, lassít, megáll, gyorsít, tovább megy, ezt én egyszerűen be kéne valami, Gyuri, bizonyítani. Hogy lehet, hogy igazad van, csak a te igazadat támasztja alá, hogy ebbe a tizenvalány kilométerbe állandóan benne van, hogy visszatámadsz, ami soha korábban nem volt. Tehát még a Neymar is, tehát a legnagyobb művészek is, Messi, Neymar első ütemben visszatámadnak, amint igen. elvesztik a labdát. Igen, igen. Ami ugye fizikailag, hát az hihetetlen, hiszen nincs kifújni idő. Tehát régen azt mondták, hogy a cselezés után fújt ki magad, mert a cselezés igen. a legfárasztóbb. Ezek cseleznek, elveszik tőlük, de sokszor elveszik. És ez szellemileg is, mentálisan is valami olyan készültséget, permanens készültséget igényel, aminél nekem vannak kétségeim, hogy ezt lehet-e természet adta módon csinálni. Szóval azt gondolom, hogy az, ami a sportnál történik, az annak azt a fajta szépségét, amit én nagyon-nagyon szerettem, mondhatnám, hogy imádtam, vagy együtt imádtunk, ami a játékosság, a fiatalság, a szellemesség, a lazasság, a vagányság, az szerintem a mai sportban, élsportban nincs benne. Én rettentően sajnálom azokat a fiatal embereket, akiket egy ilyen versenyistálóba beraknak, elveszik igazában a játékosság. Nem az a probléma, hogy sok időt kell vele tölteni, hanem hogy a dolognak a játékossága, a szépsége eltűnik. Mondjuk, ha futballnál maradunk, az számomra például teljességgel érthetetlen, hogy nem lehet föllépni, vagy nem akarnak, mindig ezt gondolom, nem akarnak fellépni az ellen, hogy egymás mezét rángatják jobbra-balra, hogy egy sarokrugásnál nem tudsz a játékra figyelni, a szellemes megoldásra figyelni. Arra kell figyelni, hogy ha te nem húzod le a melletted lévőt, akkor a melletted lévő fog lehúzni téged, és ezt büntetlenül csinálhatják éveken, évtizedeken keresztül. Ez nem szép, ez nem jó. Ezt én nem élvezem, de ha megyünk a többi sporták területére is, azt látom, hogy 5-10-15 év sport után nagyon súlyos sérülések, nagyon súlyos tartós károsodás, fizikai károsodás látszik, vagy konstatálható hát az egyesekben. Ez kétségben. Hát tudom, csak ennek a lehetősége áll fenn. Azért annyit hozzáteszek, hogy amikor mondtad, hogy a lazaság, vagányság, szóval mi azért nem csak arra gondoltunk, tehát a nézőknek mondom, tehát hogy azért mindig mi szerettük, ha valaki precízen csinál valamit. Tehát a vagányság, lazaság az nem azt jelentette, hogy tehát, hogy Albert Flóri azért bejárt az edzésre minden nap, nem tudom, és hazafutott, ugye, mert már vonat igen, nem volt. Igen, igen. Tehát igen. A nagy császár, igen, meg a, igen. Tehát, hogy a Farkas Jancsi viszonylag pontosan rúgott mindkét lábával. Tehát ugye akármilyen vagány volt és laza, tehát olyasmit tudott, amit, tehát hogy mondjam, és ezerből ezerszer. Tehát... Nem, ez kétségkívül így van. Én gyerekként mindig a anyukám az élelmezési minisztériumban dolgozott, és ők patronálták, a Ferencváros patronusai az élelmiszeripari vállalatok voltak, és ezért nagyon sokszor a minisztérium hétvégi telepén, Felsőgödön megjelentek a Fradi futballistái. És x-szer láttam, ahogy mondjuk a Varga meg az Albert fogadtak egymással, hogy 5-ből 5-ször a keresztléc a pipát találják el 8-10 méterről. És hibátlanul megcsinálták. Persze, hát zseniális futballisták voltak, de ők azért, hogy mondjam, a Albert azért nem arról volt híres, hogy 13 kilométert futott minden mérkőzésen, noha a magyar-brazilon kiszámolták, hogy valami 10 kilométert ő is ott teljesített, de az azt gondolom, hogy a kivétel volt, az extra teljesítmény volt. Annyiban vitatkozom veled, hogy a futball iránti alázatban valamennyi ilyen. Tehát, ez igaz. Hogy ők nem azt gondolták, soha nem hallottam egyiküket se arról mesélni, mondjuk Flórit, hogy cseleztem ki az egész védelmet, pedig lett volna néhány, hogy mondjam, eltöltött volna, még itt ülnénk hajnalig, ha szegény itt lehetne. Vagy a Farkas Jancsit arról, vagy a Mészői Kálmánt arról, hogy ollóztam.
pedig hát láttuk néhány szólózni, ugye néhány százszor. Igen. Tehát ezek nagyon alázatosak voltak a futball iránt, még akkor is akármekkora vagányok voltak. Igen. Tehát volt egy kultúrája ennek a dolognak, amit ma már Magyarországon szinte elképzelni se lehet. Most olvastam, hogy valami felmérésben, hogy a válogatott, tehát a junior válogatott tagjairól gyakorlatilag azt mondta a főedző, hogy fizikailag szinte alkalmatlanok. Igen. Hát én most is olvastam. Hát ez... Na most azért azt gondolom én, hogy abban, hogy te most már válogatsz a futball események között, azt mondod, abban azért nagy szerepe van a pályádnak. Hát nyilván nincs sok időd ilyen, mit tudom, hát kétszer voltál nemzeti bankelnök folyamatosan. Nem ismerem a bankszakmát, de hát azért azt gondolom, hogy egy bankelnöknek azért nem korlátlan a szabad ideje. Hát senkinek nem korlátlan a szabad ideje. Ez igaz. Tulajdonképpen azért ez mint minden szándék kérdése, hogy ki mire mennyi időt szentel. Nem elsősorban időhiány miatt történik az velem, hogy kevésbé vagyok nyitott a sportra. Mondjuk például nézem, vagy szerettem korábban nézni a teniszt. Ma már inkább, ha valamit, akkor a női teniszt szeretem jobban, ami még nem annyira gépies, mint a férfi tenisz, de mindkettőnél az az érzésem, hogy ilyen energiával ezt csinálni, ilyen gyakorisággal versenysorozatokon részt venni, biztos vagyok abban, hogy 10-15-20 év pályán töltött időszak után súlyosan betegek lesznek. Tehát én egyszerűen azt látom ebben, hogy betegek lesznek, miközben nekem naív módon vagy laikusként az van a szemem előtt, amit a nagyapám mondott, amikor először elvitt a BVSC-be úszni, hogy megtanuljak úszni, hogy hát ezeket azért kell csinálni, hogy egészséges legyél, jókedvű legyél, jó hangulatod legyen, hogy érezd a játéknak az örömét. Ahányszor minden nap futballoztunk, ugye úgy nem végződhetett nap, hogy mi ne focizzunk, hogy aki nyert, az boldog volt utána, és nagyon jó érzése volt, felszabadult benne valami, egy közösségépítésnek is a tere volt ez. Én ezt a mai sportnál kevésbé érzékelem, és hát ugye az is természetes persze, hogy itt megjelenik a pénz, ugye a pénzvilágából jövve, én nem mondhatom azt, hogy nekem ez nem tetszik. Most hagyjuk ezt. Igen, hogy nekem ez nem tetszik. Csak ez nem az, amit... Ez egy profi hát világ. Ezzel pedig szembe kell nézned már, mint hogyha te beszélsz, hogy a pénz hatalma mennyire igen. nagy lett a világban, hát akkor ezt te mondtad oda legkevésbé, mert egy bankelnök ne panaszkodjon a pénz hatalmáról. Én nem panaszkodok, noha azt gondolom, hogy a pénz mindenkinek a magánéletében is központi szerepet tölt be, és nem kinek, szeret. Kinek jobban, kinek kevésbé. Muszáj, mert meg kell élnie mindenkinek, tehát nem tudja senki elkerülni. Ez rendben van, ezzel nekem tulajdonképpen nincs bajom. Ami a sportnál történik, az azonban azt gondolom, hogy legalábbis az én ízlésem szerint extrém. Mármint, hogy túl vannak fizetve, túl van pörgetve. Nem az a probléma, hogy túl vannak pörgetve, az sem hát probléma. Mondjuk abban az értelemben egyébként probléma, épp a napokban olvastam, hogy mondjuk milyen elképesztő összegek forognak egy Real Madridnál, Barcelonánál, miközben Spanyolország elképesztően súlyos gazdasági válságban van. Mondja már meg egy bankember. 26%-os a munkanélküliség Spanyolországban, a fiatalok között 40% fölötti a munkanélküliség, miközben horribilis pénzek cserélnek gazdák. Nem tudom, szerintem előbb-utóbb föl fog a dolog robbanni. Nem úgy, mert részben nem kell magyarázni, mert én tudom azt, hogy ezt a pénzt hát elfben kitermelik,
Tehát ugye azt szokták mondani, az ázsiai mezeladásokból természetesen nem termelik ki, hiszen Madrid városa mindenféle mahinációkkal támogatja a Real Madridot, igen. Ugye? Mahinációkkal igen. Lehet mondani, ha nem haragszol. De hát mégis, hogy létezik ez? Tehát ott mégis van egy, mit tudom, egy elég régóta, évszázadok óta kiépült bankrendszer. Igaz? Olyan klasszikus bankokkal, mint amilyen klasszikus a futball a Real Madrid. Hogy létezik az? Mondd már meg nekem, hogy ezt mégis lehet csinálni. Sőt, pillanatnyilag úgy áll a helyzet, hogy most romlott, ugye, ahogyan mondtad, mert a munka, ugye Spanyolország sohasem volt, vagy talán nagyon régen volt olyan rossz helyzet, mint az utóbbi évtizedben, általában Spanyolország, ugye? Tehát a helyzet romlott, és mégis, mintha ez nem számítana, 100 milliós igazolások vannak, és hogy lehet ezt csinálni? Meddig fog ezt tartani? Hát te ez értesz? Én nem értek ehhez, mert ez egy külön szakma a sportközgazdászoké, ezt a Muszbek Misi biztos nálam sokkal adekvátabban tudná elmagyarázni. Tudod mit? Nekem elég a te tudásod ehhez. Az az érzésem, hogy itt eladósodnak ezek a klubok nagyon jelentős mértékben, hogy a bankok ezt miért finanszírozzák, azt a bank vezetésétől kell megkérdezni. De nem, van valami tipped? Tulajdonképpen egy ideig van egy úgynevezett önbeteljesítő valóság, ami azt jelenti ebben az esetben, hogy azt lehet látni, hogy évről évre ezeknek a kiugró csapatoknak, a Bayerntől a Manchester Unitedig, a Chelsea-től a Barcelonáig, és a Realtól a nem tudom én meddig, az Atlétikóig, az úgynevezett tőkepiaci értéke emelkedik. Tehát azt gondolják, hogy egyre gazdagabb lesz, egyre több bevétele lesz, egyre több meszt, meg nem tudom én miket fognak tudni eladni. A brand értéke is nő, igen. És tulajdonképpen egy luftballon alakul ki. Ezt a luftballont a piacon hosszú időn keresztül vásárolják, a részvényeiket vásárolják, a részvényértéke emelkedik, és ahogy ez az érték emelkedik, ezzel párhuzamosan a cégnek a hitelképessége javul. De ez azért egy ideig önbeteljesítő dolog, mert azt gondolja minden szereplő, hogy igen, jövőre még többet fog érni, azután még többet fog érni, tehát ha ma megveszem, szerintem már is régen irreális áron, semmi probléma, mert jövőre még irreálisabb lesz az ára, még többet fog érni. Mert tudnék, én szerintem a Real Madrid az 50-es, 60-as években se termelte ki azt a pénzt, amiért akkor megvásárolta a játékosait. Tehát, hogy ez tulajdonképpen nem mai probléma, hiszen Di Stéfánót, Puskást és az összes, nem tudom, Dominguez-től Santa Mariáig, hát ott volt ugyanezen az alapon épült fel a Real Madrid mindig. Azért lett a fehér balett, ugye? Mert akkor még a legnagyobbakat vette, igen. Meg a legfinomabb technikai játékosokat. Hogy akkor se termelte ki, hiszen nyilvánvaló, hogy a 60-as évektől Franco Spanyolországa se volt a leggazdagabb ország a Földön. Ugye ez évtizedek óta így van, és mégsem változik, ez a kérdés. Én nem tudom az akkori szerkezetet, csak meg soha nem ástam magam olyan mélyre ebben, mint te. Az az érzésem, hogy akkoriban ezt a deficitet, ezt a hiányt, ezt valószínű, hogy nagyon gazdag mecénások. Ami madridi mecénások. Igen. Ugyanúgy, ahogy mondjuk a Chelsea-nél az Abramovich berakja a pénzét, azt ne kérdezze senki, hogy miért nem az orosz valóságot próbálja inkább támogatni, de ez az ő magán problémájuk. És ő áthidalja ezeket a lukakat, hogy honnan szedi ezt a pénzt, hogy azt mennyire valóságos piaci versenyben, mennyire fair piaci versenyben szerzi, ezt azt hiszem jobb, ha nem firtatják. Na és akkor arra a kérdésre a válasz, hogy egyelőre nem látszik a jele sem, hogy ez megváltozna, hogy el tudod képzelni, hogy ez összeomlik? Tehát, hogy miután évtizedek óta így van, hiszen a Milán is erre épült, ezen az alapon épült fel, a Real Madrid erre épült, a Barcelona is. A Milán mögött is ott van a többszörös olasz miniszterelnök, Olaszország leggazdagabb embere, a Berlusconi. Már vagy az utóbbi 20, nem tudom mennyi, de a 60-as évek Milánja is ezen az alapon épült, amikor Berlusconi még sehol se volt. Mindig van valaki, aki berakja a pénzt, és akkor úgy gondolja, hogy ha nem ő az utolsó. Szerinted ez előbb-utóbb összeomlik?
Erre azért nehéz választ adni, mert hogyha azt mondom, hogy igen, akkor végül is az előbb-utóbb az egy indefinit, tehát nem egy... Te hiteles ember vagy, a te véleményed ebben számít. Én nem tudom megmondani azt, hogy ez 5 év, 10 év, 15 év, 20 év. De hogy nincs hogy jól, azt hogy, hogy nincs mond... jól, és hogy igen. Nem egészséges, az biztos. Az biztos, és minél, egyébként minél nagyobb lesz a pénz, ami itt megjelenik, elnézést a durva kifejezéssel, az egész labdarúgás annál kegyetlenebb lesz. Annál kevésbé lesz olyan, mint ami nekem az emlékeimben van, amikor együtt jártunk bajnoki mérkőzésekre is, és végtelen jól lehetett szórakozni, mert fantasztikus játékot láttunk a pályán. Azért vannak érdekes, általában ebben igazad van, hogy a futball kegyetlen lett, kegyetlen világ lett, kevésbé szórakoztató, sokkal kevesebb a megítélésem szerint a világklasszis játékos, mint nem tudom, 30 évvel ezelőtt, de sokkal összetettebb tudás is kell, hihetetlen atlétának kell lenni, tehát nagyon keveset lehet hibázni például, mert ez tehát érdekes, de azért vannak külön, szóval, hogy mondjam, például azt nem hittem volna, hogy a német válogatottat fogom nézni, vagy a Bayern München-t, és azt úgy nézem, hogy mint ahogy mi szerettük a futballt, hogy ezek gurigáznak, tehát igen. Nincs rajtuk az óriási, mit futnak össze, persze, de hogy tehát mindig van valami, ugye egy ideig a Barcelona, vagy a Tiki-Taka, a spanyol válogatott, azért a 90-es évek brazil, Ronaldo Romário féle brazil válogatott, és úgy játszott, mint a Jairzinho Pelé féle válogatott. Tehát mindig van valami, most éppen a német futball, mert a Bayern München úgy nézett, mint egy latin csapat lenne lassanként. Tehát, hogy ennek van, de ezek szerint csak kivétel. Valószínűleg nem kivétel, de ugye azért itt is ezeknek a csapatoknak jelentékeny részben, nem mindegyiknek, de jelentékeny részben a nemzeti jellege elveszik. Tehát tulajdonképpen arról is van szó, hogy megint a pénz okán is, a világ minden pontjáról a legkiugróbb, legtehetségesebb játékosokat hozzák össze. Ez nagyon klassz, hogy így van. Lassan a nemzeti válogatottak is kevéssé lesznek nemzeti válogatottak, mert adaptált játékosokból fog állni. És mondjuk az a szépsége is a dolognak, egy picit talán tompul, hogy a saját nemzet csapatáért szurkolsz, vagy egy olyan ország csapatáért szurkolsz, ha nem mondjuk magyarok, mi nem vagyunk jelen egy pár évtizede, akikről azt gondolom, hogy akkor ők hoznak létre egy csapatot. Speciál ez a spanyoloknál nem így van, mert ez a nagyszerű spanyol csapat, amelyik világbajnokságot nyert, ez tulajdonképpen csak spanyol születésű játékosokból állt. Hát meg a német is most azért. A német is. Jó, hát most azt ne vegyük, hogy a Klose lengyel. Meg van török eredet is. Rendben. Amire nekem semmi bajom, tehát annak örülök, hogy így internacionalizálódik a dolog, de amikor a klubcsapatok szintjén vagyunk, akkor ott végül is azt kell mondanom, hogy nagyon sok szempontból megint a pénz diktál, hogy ki engedheti meg magának azt, hogy Afrikától Latin Amerikáig, Európától, nem tudom én, Ázsiáig a legjobbakat egy csapatba hozza össze. Hát ebből a szempontból persze, hát azt mindenki tudja, hogy tulajdonképpen a Bajnokok Ligája akárhány fordulóból áll is, hiszen azért áll olyan sok fordulóból, hogy minél több pénzt termeljen. Hát mindenki, előre megmondod a legjobb négyből a hármat, az biztos. Tehát nagy esély van rá, igen. Tehát abból három biztos. Igen. Ez érdekes, és sok mindent gondoltam volna. Egyébként pedig, most ez már a 85. adás a Sportásnál, és az én tapasztalatom szerint olyan emberekkel, akik nem a futballból, vagy nem a sportból jöttek, nagyon keveset beszéltünk a sportról, de ebből a szempontból kivételt képezem, olyan szeretettel beszél, vagy legalábbis átütő erővel beszéltem, és csak nézegetem, csak nem győzök csodálkozni. És a legfőbb csodálkozásom abból fakad, hogy miközben én nagyon jól ismerlek téged, nagyon régóta, és tényleg hát az ember együtt tölt úgy van, hogy gyerekkorában hosszú éveket együtt tölt valakivel, és ráadásul nem csak az iskolában, hanem azon kívül is, tehát naponta, nem tudom,
4, 6, 8 órát együtt van valakivel, akkor nagyon jól, és az nem megy ki, tehát az benne marad, tudja, hogy azt nem hittem volna, hogy te a pénzt fogod kárhoztatni bármilyen összefüggésbe. És nem azért, mert mi sose beszéltünk egymásról pénzről, vagy nem volt köztünk ez a téma. Főleg talán azért ebben engem soha nem érdekelt. Tehát ez, ugye mi tudjuk, de hogy azért mégis furcsa nekem, hogy bármennyire is egyek vagyunk, vagy sok mindenbe egyezünk, hogy azt fogod nekem mondani bárhol is, nem egy tévéműsorban, hanem bárhol is, hogy hát Ivánkám, a pénz, sok mindennek a pénz az oka. És ez negatívan hangzik. Ezen csodálkozom. Gondolom nem csodálkozol, hogy csodálkozom rajta. Igen, miközben a másik oldalról meg nagyon fontosnak tartom természetesen a pénzt. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a pénz, hogy minél több legyen belőle egy országnak, egy nemzetnek, egy családnak, egy közösségnek, minél kevesebb legyen azoknak az embereknek a száma a világban, itthon, környezetünkben, akik nélkülöznek, akik szegénységben, pláne mély szegénységben élnek. Tehát én nagyon fontosnak tartom a pénzt, ugyanakkor a pénznek olyasfajta felhasználását, amiről azt gondolom, hogy nem a közjót szolgálja, az mindig is zavar. És akkor itt legyen még egy pont, amin nem talán meg fogsz lepődni. Itt van folyamatosan ez a budapesti olimpia kérdése. Én ezt egy végtelen felelőtlen dolognak tartom mindenki részéről, aki ebben megnyilatkozik pártfogólag, és azt mondja, hogy Magyarország elérkezett arra a pontra, hogy egy ilyen olimpiát megrendezzen. Úgy gondolom, hogy olyan pénzpazarlást jelent, amit Magyarország nem engedhet meg magának. Amikor van, és ne is bántsuk egymást azzal, azokkal a számokkal, hogy 3,5-4 millió ember él a szegénységi szint alatt, mert azt gondolom, hogy itt ahány definíció, annyi szám van, de abban mindenki egyetért, hogy 1,5 millió ember biztosan van Magyarországon olyan, aki súlyosan nélkülözésben és van. És ha 100 000 van már az ha is 100 000 is túl sok, de 1,5 millió bármilyen kritérium szerint van. Nos, ilyen körülmények között olimpiát rendezni, amikor egy ilyen olimpiának, amiről senki nem szokott beszélni, te ezt jobban tudod, mint bárki, mert világbajnokságon, olimpiákon ott vagy. Csak a biztonsági feltételeknek a megteremtése 1,5-2 milliárd euróba kerül, ami a büdös életbe meg nem tud térülni. És azért itt ugye 4-600 milliárd forintról beszélünk. 4-600 milliárd forintból hány gyereknek lehetne az életét jóvá tenni, vagy a lehetőségeit kibontani, hogy emberi, normál körülmények között tudjon élni, na, hogy ne legyen éhes. Amikor megkérdeztem, hogy mi szerint a sportvilág, vagy a világ merre halad, akkor én erre is gondoltam, tudod, hogy én nem látom ezt, hogy erre olyan nagy törekvés lenne, hogy ezt gyönyörű szépen mondod, ahogyan mondod, és a szívemből beszélsz. És büszke vagyok rá, hogy ez itt elhangzott, de nem látom a törekvést, hogy bárki törődne azzal a 1,5-2 millió emberre. Előbb bukik meg a Real Madrid, mint hogy az a, attól tartok, Gyulikám, mint hogy ez a 1,5-2 millió ember. Ez lehet, de szerintem Magyarországon, ha valaki felelősen gondolkozik, és itt a politikai pártok egymást etetik ebben, egymást hülyítik, sajnos a közvéleményt is, azt gondolom, hogy teljesen, mondjuk, miután megszavazták, hogy majd előterjesztik a Magyar Olimpiai Bizottságnak is, hogy pályázunk, ezt követően erre 10 napra rá Berlin visszavonta a kandidálását, mert úgy ítéli meg, hogy az neki túl drága. Az a Berlin, amelyik egy 85 milliós Németország fővárosa, ahol az egyfőre jutó GDP kétszer akkora, mint Magyarországon, és 8,5-szer többen vannak. A sekélyes számtani tudásommal ez azt jelenti, hogy relatíve egy berlini olimpia, ha ugyanazt adja mind a két város, 17-szer kevesebbe kerül a németeknek, mint nekünk.
ugye 8,5-szer többen vannak, 2-szer annyi az egyfőre jutó jövedelmük. Nos, ez a 17-szer kisebb összeg Berlinnek sok, amire mi azt mondjuk, hogy meg akarjuk csinálni. Egyszerűen azt gondolom, hogy akik az egész analízist csinálták, sok-sok pénzért kifejezetten erkölcstelen feladatokat látnak el. Hát, Gyurikám, én örömmel láttalak vendégül, mert ugye nem kell mondjam, a nézőknek mondom inkább csak, mert neked nem kell különösebben bizonygatnom. De hát most ugye elarultuk, hogy együtt nőttünk föl, és hát igen jó barátságban voltunk, és vagyunk máig is. Hát, hogy mondjam, tényleg örülök, hogy itt voltál. De olyan vidám már nem tettél, ne haragudj. És hát remélem azért, hogy mondjam, ha nem is volt a befejezés nagyon vidám, azért a nézők jól érezték magukat, mert egy nagyszerű ember volt a vendégem. Köszönöm a figyelmet neked, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást valóban. Én köszönöm, és a jövő héten találkozunk a viszontlátással.